Jelentősen csökkent a kereslet az eladó lakások iránt, ami elsősorban az infláció miatt emelkedő kamatkörnyezettel, vagyis a lakáshitelek drágulásával magyarázható az ingatlan.com legújabb elemzése szerint. Az elemzésben rámutatnak, az idei első negyed évben kevesebb érdeklődés érkezett az eladó ingatlanokra, mint két éve, miközben 2020 első negyedéve már a koronavírus járvánnyal érintett időszak volt. Az ingatlan.com szerint ketté válik a piac, a használt lakásoknál tempósabban drágulhatnak az új lakóingatlanok, részben a munkaerőhiány és az építőanyagok drágulása miatt. A fővárosban április első napjaiban az új lakások átlagos négyzetméterára a kínálati piacon közel 1,1 millió forint volt, ami 21%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. És a felmérés készítő ingatlan.com vezető gazdasági szakértő Balogh László vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Aki mindjárt pontosítani kívánja az iménti adatot, illetve a felvezetésben szereplőket, mert hogy nem az egész piacra, ez inkább talán csak a Balatonra vonatkozik ez a trend, mármint hogy egy kicsit tetőzött, úgy tűnik a piac. Igen, ahogy közeledik a jó idő, ilyenkor mindig megnézzük, hogy viszonyulnak az előző évekhez az egyes ingatlan típusok iránti keresleti tendenciák, és a nyaralókat vizsgálva azt láttuk, hogy már nem érdeklődnek annyian az eladó nyaralók iránt, szerte az országban, a különböző üdülővezeteken, mint tavaly, vagy éppen tavaly előtt. Mert hogy már aki akarta, megvette, gondolom, nem? Egyrészt, pénze volt. Egyrészt, másrészt pedig az nagyon korrektül a felvezetőben elhangzott, hogy még a nyaralók árszintje is rendkívüli módon emelkedett. Siófokon 30%-kal drágultak, 1 millió forint fölé a négyzetméter árak például, ugye ez az egyik legnagyobb üdülővezeti település, a legnagyobb a kínálat, de ez ugyanúgy igaz, egyébként ez az áremelkedés a többi nagyvárosra, ideértve Budapestet is, vagy a többi megyeszék helyett. Más kérdés, hogy mi lesz ennek a kifutása, mert az is szintén elhangzott a felvezetőben, hogy a hitelkamatok folyamatosan drágulnak, ennek még nem látjuk a végét, elég visszagondolni arra, hogy tavaly nyáron történelmi mélypontra estek vissza a hitelkamatok, most ez 2-3%-os kamatszintet jelentett lakáshitelek esetén, most már 7-8%-osak a kamatok. Ez már háromszoros, és még a tizet se tartják elképzelhetetlennek a szakértők. Igen, hiszen év végére a Nemzeti Bank azt jósolja, hogy akár még 8%-os is lehet az alapkamat. Ennek mi lehet az inga, hol üthet vissza, mi lehet a következménye lesz, aki nem tudja fizetni a hitelt, és akkor, mint ahogy annak idején is hirtelen nagy mennyiségű lakás zúdul a piacra, vagy szabadulni akarnak majd a lakástól, mert nem tudják fizetni a részleteket? Attól nem tartunk, hogy egy devizahitelezéshez hasonló krízis ütne be a lakáspiacon, már csak azért sem, mert az elmúlt egy-két évben az emberek 90-95%-a fix kamatozású, tehát 5-10-15 évre fixált törlesztő részletekkel rendelkező lakáshiteleket választott. Ugye őket majd csak 5-10-15 vagy 20 év múlva fogja érinteni az, hogy most mennek fel a kamatok. A változó kamatozású hiteleknél pedig egyrészt ugye most érvényben van a kamatstop, ott majd lehet majd érdekesség, amikor ez véget ér, de ezek többnyire korábban felvett hitelek, ahol a kamat egy nagy része már korábban törlesztésre került. Ami viszont a lakáspiacot érinti a kamatok emelése miatt, az az lesz, hogy valószínűleg csökkenni fog a kereslet, az az őrületes kereslet az eladó ingatlanok iránt, hiszen 8-10%-os lakáshitelt, már kamatokkal rendelkező lakáshitelt már csak kevesen engedhetnek meg maguknak. Aki befektetési szándékkal vásárolt, annak nem annyira éri meg, nem lesz rajta annyi nyerség. Hát igen, bár hitelből befektetésre vásárolni ingatlant, az most eléggé kockázatosnak tűnik, hiszen az árak már a csúcs közelében vannak, és a bérleti díjakhoz viszonyított hozam is elmarad más pénzügyi vagy bármilyen eszköz hozamszintjétől. Ráadásul rövid távon még lehet egy olyan kifutás a lakáspiacnak, hogy látszólag emelkednek az árak, ennek pedig az az oka, hogy ahogy drágulnak az ingatlanok, és egyre többe kerül egy-egy lakás megvásárlása, a kereslet a jó minőségű, újszerű, új építésű ingatlanok irányába tolódik el, hiszen már egy lakásfelújítás is irdatlan költséggel jár, viszont ezek már eleve drágábbak. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mekkorák az átlagárak, akkor külső szemmel azt láthatnánk, hogy emelkednek az ingatlanárak,
De ez nem feltétlenül a drágulás miatt van, hanem azért, mert más típusú ingatlanokat vásárolnak. Drágából van több, és ez felfelé húzza az átlagot. Igen, és ez visszaüthet akkor, hogyha valaki mondjuk egy nem olyan jó helyen lévő felújítandó ingatlant szeretne piacra dobni, azt látja, hogy mennek föl az árak, és akkor ő is nyugodtabban áraz fölfelé, erre viszont már nem nagyon fognak jönni a vevők. Visszatér az elejére, az inga visszacsaphat valahol, még ha nem is a mértékben, mint ahogy mondjuk egy részvényvásárlásnál, amikor nagyon elszaladnak az árak, aztán hirtelen mindenki hasznot akar realizálni, és akkor eladja gyorsan a részvényeket, a leesnek az árfolyamok, megint ez az ingatlanokra talán nem jellemző, vagy nem ilyen gyorsan, de elképzelhető olyan fajta, hogy miben reménykedhet az, aki mondjuk most azt mondja, hogy na ilyen áron nem, vagy már nem vagyok hajlandó ingatlant venni, de esetleg néhány év múlva elhalasztva lehetséges az olyan rózsaszín képet láthatunk, hogy lesznek olcsóbbak is az ingatlanok, vagy ez mindig csak fölfele fog menni? Ezzel kapcsolatban szerintem három dolgot, ami tényszerűen igaznak tűnik, érdemes tisztázni. Az egyik az az, hogy fölfelé az árak mindig sokkal gyorsabban mozognak, mint lefelé az ingatlan piacon. Másrészt az ingatlan piac meglehetősen lomha, tehát ott ezek a gyors változások, mint például a kamatszintek emelkedése, csak nagyon-nagyon lassan árazódnak be a lakások áraiba. Elég, hogyha 2008-as válság ingatlanpiaci begyűrűzésére gondolunk vissza, amikor 2010-11 környékén kezdett el a lakáspiacon megjelenni ez a krízishelyzet, és 3-4 év alatt összesen csak 25%-kal estek vissza az ingatlanárak, ami azt jelenti, hogy évente kb. 5-6%-os volt az árcsökkenés, ami azért nem mondható olyan drasztikusnak, így nem számítunk arra, hogy holnap után már féláron lehetne ingatlanokat vásárolni. A harmadik dolog, amit pedig érdemes figyelembe venni, az az, hogy az áremelkedés mellett mindig lesz egy stabil kereslet az ingatlanok iránt, hiszen a legtöbb vásárló valamilyen élethelyzetváltozás miatt költözik, és ezek pedig a gazdasági helyzettől függetlenül bekövetkeznek, tehát valami fajta kereslet mindig lesz az ingatlanok iránt, de nincs kizárva az, hogy egy idő után már miután tetőztek az árak, lehet, hogy ingatlanpiaci korrekció következik majd. Őszintén a felmérésükből derül ki, hogy az elmúlt 7 év alatt megduplázottak gyakorlatilag az ingatlanárak, sehol máshol az EU-ban ennyire nem nőttek az árak. Ez mennyire magyar specialitás, és miért van ez? Alacsonyabb szintről indultunk, vagy minek köszönhető ez a nagymértékű változás? Igen, hogyha az elmúlt 7 év árváltozásának a top listáját nézzük az EU-ban, akkor első helyen Magyarország áll, itt 2,1-szeres árat kell fizetni, mint 7 évvel ezelőtt, második helyen Csehország áll 2-szeres drágulással, a harmadik helyen pedig Luxemburg 1,8-szoros drágulással. A magyarországi Európa-bajnokság az annak is köszönhető, hogy 2016-17 környékén több olyan év is volt, amikor főleg a használt lakások drágulása az Európa-bajnok volt, és ugye ez az áremelkedés annak is köszönhető, hogy meglehetősen alacsony árszintről indultak az ingatlanok. Nagy kérdés, hogyha a következő 7 évet vizsgáljuk, hol fog elhelyezkedni Magyarország, hiszen ugye a hitelkamatok drágulása már begyűrűzött a lakáspiacra, és az emberek a lakások több mint felét már eddig is hitelre vásárolták. Aglászló, köszönjük szépen, hát nem rózsaszín a jövőkép, de bízunk benne, hogy egyszer csak lassul majd az árnövekedési mérték, és újra elérhető áru lakások is lesznek a magyar jövedelmek számára. Úgy köszönjük, legyen. Itt